a mai rész tartalmából. Én ezt látom, hogy farkasházat, azt imádtam. Jó, szívem, hagyjál most, hogy Teddyt nem szeretném utánozni, jó? Által még a fábékéítőem. Teddy az olyan, a Teddy backstage-be is olyan, meg nem backstage-be, színpadon is olyan a Teddy. Hagyjál szívem most a Teddy-re, jó? Akkor ne hívjatok ide. Többet ne hívjatok ide, gyerekek, komolytalan az egész. Ez így komolytalan szar, én ezt nem csinálom, hagyjatok. És amikor Fábris házal beérkezik a rádiókamra, és popó, ez a szendvics parkmasz. Popó, bazd meg, hát milyen szendvicsek vannak, szóval a gyerekek azért bizonyos minőségi attribútumokra próbáljuk meg némi gondot fordítani, jó? Úgyhogy... Na most a Tótenút nem szeretném, hogyha elém kerülne, mert hát azért, amire kidadogja, amit mond, szóval azért ne csináljuk ezt, gyerekek, jó? Saras tócsákban ugrálni, Szobácsi Gergővel és Tóth Eduval. 23. alkalommal csap a habok közé a Saras tócsákban ugrálni vitorlása, és a mai hajózó személyzet, egyrészt Tóth Edu, szia Edu! Sziasztok, én leszek ma az egyik matróz, illetve a segédkapitány, mert a kapitány, vagy akkor két kapitány van, én vagyok az egyik, és a másik Szobácsi Gergő! Sziasztok! Lehet két kapitány, egy hajón lehet két kapitány? Vagy nem tudom. Megverekszünk. Segít, akkor leszek a segédtiszted. Jó, rendben. És itt van velünk, megfordítom most én? Persze. Itt van velünk egy olyan ikon, akivel 13 éve, nem ikon, akkor egy olyan... Egy hülye. Egy olyan jóhumorú fiatalember, akivel 13 éve találkoztam először, és végre egy jót tudok vele beszélgetni. Nekem ez egy jutalomfalat ez a mai nap. Úgyhogy Varga Ferenc József a mai vendégünk. Nagyon szépen köszönöm. Ilyen, először ikon voltam, most már fiatalember. 51 évesen, tök jó. Na látod, milyen jó nálunk? Szeretek az Edu-val beszélgetni. Igen. Eduline.hu, úgyhogy. Edu mindig lelkes, és mindig megdicséri az embert. Ja, egy legelső felépésem egyikén Varga Ferenc Józsi volt a mentorom. Még a Cotton Clubban, emlékszem, 2010-ben. Figyeld ezt, Berezdai Endre, Badár Sándor és Tóth Edu. Egy ilyen estet képzeljen. Hát akkor sorstársak vagyunk, mert nekem az első tévés Comedy Central felvétel, még a te is ott voltál. Hú, nem emlékszem a hely nevére. A Lovag utcában volt. A New Orleans? New Orleans, igen. New Orleans Comedy Central. Nem vagy ikon. Igen. Nem vagy ikon. Nem vagyok én ikon. A mentorunk vagy, Józsi. Mentor? Józsi. Hát, Józsi is jó, de az ikon, a mentor, meg a fiatalember az most már egy kicsit sok. Én szerintem ebből házassági ajánlat lesz valamelyik ötök részéről, de nem vállalok gyereket, úgyhogy... Igen, ez a témánk, a gyerek. Igen, azért is csodálkoztam, hogy engem hívtatok. Mert... Igen, Edunak az Aradi Varga párosból sikerült azt meghívni, akinek nincs gyereke, de ez igen, semmi... Javasolnám Tibit a következő alkalomra, ő igen tapasztalt, 48 évesen lett apuka, 4 éves a gyermek. És... Én 51 éves vagyok, és cicám van. De ez direkt alakult így, hogy nem lett? Hogy vagy... nekem cicám van? Hát igen, hogy gyerek. Meg hogy, azt ne kérdezz meg, hogy kitől van a cica. Mert én sem emlékszem rá, amekkora buli volt, akáló is lehet. Akáló is lehet, csoda, hogy ismerjük nem ugat. Ismerjük a viccet. Arra kezd fel, hogy egy cicót ott doromból. Igen. Csinálja, jön, de nagyon kultúrált cica, mert tudja, hogy alszom, akkor nem zavar. De nappal egész nap. Ha telefonálok például, amikor hívtál, azt hiszem, egy másodpercig, akkor már rögtön jött oda, hogy miért telefonálok már, miért beszélek mással. Azt tudja, hogy akin akkor valaki mással beszélgetek, és miért nem vele foglalkozom. Hát ez egy gyerek. Igazából. Nagy gyerek, vagy kisgyerek, bocsánat, egy olyan két éves gyerek szellemi szintjén van, de az tökéletesen hozza. Egyébként én Szobácsi Gergőről az elmúlt 10 évben még nem beszéltem úgy, hogy felhívlak, és éppen, vagy a TV az enyém ne ordítanak közben. Igen. És ez így van, úgyhogy figyelj, Alpacson 83 évesen lett újra apa, úgyhogy van még egy jó keresztapa. 30... Én keresztapa szeretnék, ha már Alpacson van. Igen, de igen. 32 éved van még, hogy... Jó, abszolút. Azon gondolkodom ilyenkor mindig, hogyha valaki mondjuk 82 évesen, de már mondjuk 51 évesen, most apa leszek, és mondjuk amikor a gyerek 16 éves, és én meg vagyok 67, akkor úgy mi a közös téma? Tehát, hogy a generation gap,
Igen. Az az igen széles. Az, az mit fog tudni produkálni? Figyelj, 16 évesen amúgy se áll veled szóba, ha nincs azért, Generation Gap, akkor is, hogyha te mondjuk, van olyan, hogy valaki 26 évesen már nagymama, és akkor a gyerek az unoka 14 éves, jó, most egy hülye vicc, de akkor se áll. Tehát a tinédzser az tinédzser marad, de ettől igen. Független mondjuk akkor legyen az, hogy 20 éves a gyermek, és én meg vagyok olyan 70-72, 71-72, akkor se, hát mostan. Tudom, hogy költi a kérdést, tehát majd válaszom rá. Akkor jó, akkor én addig itten el vagyok. Tehát nyugodtan tedd fel a kérdést, és válaszoljál rá magadnak, addig el vagyok. Nem, te tedd fel a kérdést, de arra válaszolok egy jót. Erre akkor kocincsunkra. Kocincsunk, igen, igen, mert hajnali jön. Kedves, egészségetek. Azért azt a pálinka mennyiséget meg tudom minni, higgyél nekem. Fia, azért fogmosás előtt sem, ez a legjobb dolog a világon. Persze, hajnali 5 óra van, csak hogy szóljak. De lehet, hogy 3, mindegy, lényegtelen. Rosszul fogalmaztam, nem költő kérdés, amit feltettek kérdés, hanem azért egy komoly kérdés, arra válaszolok neked. Jó, akkor mondom azért, hogy én kár volt bejönnöm, de azért meghallgatlak. Nem csak, hogy nálunk a papa, apósom, 65, a nagyfiam 7, és ők nagyon jól el vannak. Kisgyerekkel el vagy, mert ő még nem nagyon érzi ezt a korkülönbséget, és őt nem zavarja. De minél érettebb a gyermek, meg minél felnőttebb, akkor az a korkülönbség az annál inkább érezhetővé válik szerintem. De mondom, ezt nem tudom, mert nincs tapasztalatom, én ezt csak így gondolom. Nem csak szerintem megnyugtatni, hogy úgy alakul, hogy lesz gyerek, hogy ha majd 70, mondjuk legyük fel, 60 évesen lesz egy 5 éves fiad mondjuk. Nagyon jól el leszek vele. És elmegy a blues koncertedre. Igen, igen, a szeretettel fogom, nem tudom, hogy a gyerek már most, nálam a 90-es években baj volt a zenével, mondták, hogy hip-hop boys, és teljesen el voltam, mondom, gyerekek, az mi, ki az, magyarek, külföldi, mit énekel, nem is nagyon érdekel, mert már a névből lehetett sejteni, hogy távol nem áll. Neked való. Nem kimondottan. Nincs vele semmi baj, mert én nem szoktam kritizálni, meg ezt a nyilvános kritizálást nem szeretem, pláne ami mostanában divat, de vannak olyan előadók, hát mostanában is van, aki, nagyon sok van, aki, tehát nem tudom, nem értem a dallamot, nem értem az ütemképletet, és nem értem a szöveget, ami nem biztos, hogy szöveg. Tehát így összerakva az egészen, nem biztos, hogy hozzám szól, de például nemrég fedeztem fel a Behemoth nevű hörgős metálzenekart, akik azóta is a kedvenceim, és voltam is a koncerten, a Barba Negrában voltam, tök jó volt. Ott jött, utánuk az Amon Amarth zenekar jött, őket is szeretem, ez szintén dallamos death metalnak hívják, de az volt a lényeg, ezt azért mesélem csak el, mert a koncert közben, amikor 4000-rel üvöltöttek, oda jött egy Jürge, először leöntött sörrel, ilyen pohárból. Eduval is így ismerkedtünk meg. Hát így, húha. Velem sokan találkoztak így, hogy leöntött. Na most várjál, hogyha majd megismer az illető, hogy bármi nemű koncerten, leönt a sörrel, majd utána azt mondja, jaj, téged ismerlek, mondjam már egy viccet. És mondtam a csávónak, hogy figyelj, de zene miatt vagyok itt, hagyjál békén. Jó, van már, hagyjál, de mondjál már valami viccet. Hogy mondjak viccet, amikor üvöltenek a színpadon? Hát nem is hiszem, hogy normálisak az emberek. Szóval ez egy érdekes momentuma volt. Mindig megismernek, csak olyan helyeken, ahol nem kellene. Hát de figyelj, hörgös metál koncerten, akkor egy jót pogózol vele. Nem szeretnék, én már ahhoz már boomer vagyok. Tehát én az ilyen koncerteken általában, ha állóhelyen is vagyok, mondjuk a Barba Negrában leülni elég nehéz, vagy ha igen, akkor meg nem látod, hogy mi történik a színpadon, de ott a háttérben el lehet átsorogni, és lehet élvezni, ami történik a színpadon látványilag, meg hangilag. De nincs igény benned, hogy én például voltam tavaly Kispálon, hogy most megint 16 éves eszek, és bennük az elsősorban is. Nem kimondottam. Azért ahhoz képest Modern Talking rajongó vagyok, de ugye a zenét tudom élvezni, meg headbangazni, de azt most nem mutatnám meg, mert ahhoz kell mennyiség, hogy bent legyen. Én már láttam teget headbangezni felvételen, azon a komedin, tessék, odaértünk. Ott előadtad a Szigeten a metal koncertet. Ja, szoktam igen ilyen hülyeségeket csinálni, de a színpad az más, a színpad az előadó művészet fellegvára, ott mindent lehet csinálni. És ezt a tempót, el akartam kiukadni, hogy ezt a tempót hogy bírod, hogy Aradi Tibor kollégáddal, barátoddal jártak az országot, rengeteg fellépésnek van. A rádiókabaré szíve lelke vagytok. Imádjuk. Mellette blues koncerteket
azt már pontos így létezett blues. Hogy mondjam, blues, igen, ha, ilyen bluesos, rockos zene, de erről majd később, mert ezt mondjam, ez egy hobbi, vagy nem, elmondom neked, hobbi szinten gitározom. Korbán Sanyi barátommal, aki annak idején a Maksa híradóban volt sporthír olvasó, meg ő is humorista volt, aztán valahogy az élet úgy hozta, hogy egy picikét eltávolodott a szakmától, aztán most valahogy visszatért, de lényeg az, hogy pár évvel ezelőtt elkezdtünk így klimpirozgatni, gitározgatni. Ő hol akusztikuson, hol basszusgitáron, én meg mellé így nyilván az ilyen kis elektro, nem tudom hány elektromos gitárom, egy ilyen 10 biztos van, vagy 8 gitárőrült vagyok, és nem tudok gitározni, de úgy teszek, és akkor csinálunk. Te tudsz gitárt, én láttam videót, ahol te gitárral. De azért, hogy mondjam, azért... Szerény vagy. Nem vagyok egy Ingui J. Malmsteen, köszönöm szépen. Te azért már nagyon gyúrsz valamire, szerintem ott van valami kis rövidke is ott mellett. Edu a headbangelésre gyúrsz szerintem. Jó, de akkor majd elhívom. Várjál, azt hiszem, hogy október 21-én csinálunk egy koncertet Sanyival a Klauzál téren a családi érdekeltségébe tartozó kézműves sörbolt előtt. Nagyon nagy zaj lesz, és a környéken lévők már fogják. Egyszer már ránk hívták a rendőrséget egy helyen, Dunakeszin. De szép. Az milyen hozzáadott érték egy bulinak, amikor rendőrök is megjelennek? Az volt, hogy szabadtéren csináltuk egy ilyen kis italbolt előtt, de szabadtér volt, és van egy elég zajos szám. Történetesen nem blues, inkább ilyen elmebaj, pánkos, metálos, arról szól, hogy Sanyikát letolja egy nőszemély, hogy miért hagyta el a kulcsot. Tehát ez a... Nagyon mély gondolataink vannak egyébként a nóta. Igen. Ha nincs igaza, ha nála van. És a nőnél van a kulcs, akkor is te vesztetted el, tehát akkor is menjél vissza és keresd meg. Tudom, hogy nálam van ez a dalszöveg. Nagyon mély. Ez a nóta ment, 4000-rel toltam, azt hiszem, hogy egy 7 húros gitáron, és annak is a legmélyebb részénél, és egyszer csak megjelent mögöttem egy ember, aki azért, hogy mondjam, jó viszony tápol mindenfajta olyan gabona és gyümölcs párlattal, amelyek a tudatmódosításra szélsőségesen alkalmasak. És figyelj, megmérjem már ez az a hittem, már 9 órás vagyok, az azt jelenti, hogy akkora kell beérnie, de tehát, hogy hajnapba kell kelni, mert 9 órás vagyok, akkor milyen megyek már, hívom ide a rendőrséget. Én így néztem rá, mondtam, hogy neki van igaza, én is így gondolom, mert hát végig gyakorlatilag tényleg zaj volt, és egyszer csak megjelent a hátam mögött egy darab sárga mellényes úriember, police felirattal a hátán, de az ő is így hátulról támadt, mint a partizánok, így pengetek, egyszer, és megint itt egy ember, így rám néz, már úgy jött a hátam mögött, hogy hú, most itten rám néz, ja, elnézést, művészről csak azt szerettem volna kérni, hogy kicsit halkabban, tudom, halkabban vigadjanak, szegény édesapám beteg, falu végén, úgyhogy aztán csendesebben vigattunk, de nagyon kulturáltan el lehet. De hívtak már ránk rendőrt, tehát azért megvan már. Ez van egy szint. A rock karriernek az első lépése már megvan. A bakancs listáról ki lehet húzni. Rendőrt hívtak rám. Igen. Na most arra, hogy amikor volt a Guns koncert, volt, hogy Axl Rose játszik, és ott valaki, hogy bocsánat, itt van a biztos úr. Where do we go now? Miért? Hát a szigeten mennyit balhéztak, a sziget környékén lakók, ugye emlékszünk, hogy abból mennyi balhé volt. Pedig hát azért most már nem tudnék mit kezdeni a sziget fellépőivel. Most megnéztem, hogy kik voltak itt, és azt a szót ismertem az egészből, hogy sziget. Tehát a plakát, a sziget, azt értettem, meg a fesztivál szót, meg az évszámot, azzal még úgy képbe voltam. Az alatta levő felsorolás, az gyakorlatilag akár az arab ABC-vel is. Ezzel én is így vagyok. Akkor jó van, csupa boomerrel vagyunk körülvéve. De én 20 évesen se tudtam. Tehát. Ja, akkor jó. A dualipát azt tudtam. Hát az láttam pár a dupla ipát azt szeretem. A dupla ipa abban már úgy azért van új érzés. A szimpla ipa az csak simán keserű. Egyébként milyen neve az együttesetnek, a zenekarodnak? Hogy hívják a zenekarod? Azért hívnak minket Szoba Blues Bandnek, mert e-mail arra, hogy Hobo Blues Band, viszont szobában szoktam gitározni, és nagyjából azon a szinten is van ez a tudás tényleg, mert hát azért volna még hova fejlődni, és emiatt Szoba Blues Band lesz. Én egyházban laktam Deák Gyulával.
De melyik egyházban? De most Székes egyházban. Azért, mert hogy lehet, hogy azóta leminősítették, és már nem egyház, hanem szekta. És akkor szektában igen. Laktál Szektában, úgyhogy a szektában Gyulával. Én laktam a negyediken, és Deák Bill Gyula lakott a nyolcadikon. Rossz fehér! És együtt sétáltattuk mindig, volt egy nagy rottweilerük, és egyszer gyerekként a játszótéren odajött hozzánk hobó, és megkérdezte, hogy hol van itt italbolt, mert gondolom ment a Deákékhoz vendégségbe, és akkor elkísértük hobót egy italbolt, és ez nekem ilyen gyerekkori élményem, hogy így hogy a Hernádi most... András barátommal így megyünk hobó mellett az utcán, és akkor óriási kérdezte dolog. A nevünket, és akkor mondtuk, hogy Gergő, meg Andris, és akkor én vagyok a hobó, és akkor így... Én vagyok a hobó, és kutya volt nálatok? Nem, akkor csak lent játszottunk. Akkor jó, mert azért a nagy baj lett volna, akkor azt mondja, a kutyántól félek, a vértől hányok. Ja, igen, az a gyerekem is szokta énekelni otthon, pedig 7 éves, és szokta énekelni a kopasz kutyát. Az marha, imádom. Egyébként Deák Billt és Hobót nagyon szeretem. Kihagytam a tempóból, hát van a Szoba Blues Band, akkor van a Rádió Kabaré, ja, nyertek az Országot TV-vel, és... még van egy műsorotok az ATV-n is. Hát elképesztő, olyan kérdések, hogy honnan van ennyi anyagot? Az, hogy mennyi szabadidőm van, és hogy mennyi mindent, mennyi dolgot nem csinálok, tehát a szabadidőben nem csinálok semmit. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a fellépéseket mi szervezzük Tibivel, és Tibi kivette ebből az oroszlán részét, amit ezúton is nagyon szépen köszönök neki, mert neki ehhez több türelme van. És nagyon jól csinálja, Ürmös Zsolt barátom is sokat segít a szervezésben. Jó, én is besegítek, de azért én ügyetlenebb vagyok ezen a téren, ezt be kell látnom, tehát nem vagyok, nem, a szervezés az egy külön szakma. Szerintem Tibi most tanulja ki, és jól halad. Zsolt már nagyon régóta szervez, Szép Bencét, ha ismeritek, igen, ő is sokat lesz. Szervez nekünk, tehát nagyon sok, meg hát egyéb más szervezőkkel is dolgozunk, úgyhogy a szervezésbe én hogy mondjam, csak olyan úgy bele kontárkodom, de inkább nem. Viszont anyagot írni azt muszom, meg hát az ATV műsort, azt, amit éppen felveszünk, azt össze szoktam szerkeszteni, de hát az aztán köszönő viszonyban nincs azzal, ami lemegy. Sokat improztok, de... Nem, hanem, hogy mondjam, a vágógép az össze-vissza dolgozik, tehát tőlünk független ízlésvilágot és elképzelést valósít meg, de miután a televízió így látja jól, és látjuk, hogy ennek így van eredménye, így erre hagyatkozunk, biztos, hogy én másképp csinálnám, és biztos, hogy az rosszabb lenne, csak akkor nagyon művészi lenne, és akkor úgy gondolnám, hogy na most én megvalósítom magam, és eljutna 20 emberhez. De ez milyen gyakran van, az a heti rendszeressége? Hát az ismétlés az heti rendszerességű, és kapunk is a fejünkre a Tibivel, hogy hát azért mikor lesz vége az ismétléseknek. Egyrészt mindig szólok a kedves nézőnek, hogy ezt nem rajtad múlik. Az ATV felől jelezze ezen észrevételét, és köszönjük szépen. Másfelől meg nem tudunk hetente. Tehát bármennyire is laudál engem itt Edu, hogy micsoda tempó, azért hetente te újat írni, úgyhogy az még jó is legyen, és vállalható is legyen, olyat gyakorlatilag hát, lehetetlen. De csak azért kérdezem, mert amúgy is két hetente van rádiókabari felvétel, nem? Oda azért írunk újakat, és azért jelenetet írtok. Igen, de azt ki kell mondanom, hogy azért nem, tehát szeret minket a közönség, mi is a közönséget természetesen, és szeretünk dolgozni, meg azt nem mondom, hogy vállalhatatlan, amiket írunk, de a futószalag az mindig a rovására megy a minőségnek. Persze. Tehát azért, hogyha most születik valami új, akkor az nem lesz olyan, mint ami csak úgy hirtelen kipattan az ember fejéből. De ezt vállaltuk, hogy mi ezt csináljuk, ezt szeretjük csinálni, és a Rádió Kabaréban megsürgetnek is minket, ami jó érzés, tehát jól esik, hogy legyünk mindenképpen. Én már próbáltam kiiktatni magunkat, hogy gyerekek, legalább egy vagy két adásban ne, mert vagy felvétele, mert ugye egy felvétel alkalmával két adás kerül rögzítésre, de én már próbáltam ezt kiiktatni, mondták, hogy nem, meg kellünk. Aminek nagyon örültem, csak hát mondom, jó, hát akkor csak ez egy picikét olyan már nem lesz olyan az opusz, mint mondjuk, hogyha 8 évvel ezelőtt úgy hirtelen jó kedvből írtam. Mert adásonként azért ilyen 3-4 jelenet a tiétek, nem? Nem, kettő csak. Kettő? Egy-egy. Persze, pláne nem is férünk be, mert Fábris Sanyi is van.
És azért valljuk be őszintén, hogy a stand-upos kollégák között is vannak olyanok, akik nem ismerik az órát. Arról a tanítási óráról hiányoztak az általánosban, amikor elmagyarázta a tanítanén, hogy hogy működik a kis, hát meg a nagy mutató. Badár, ugye, aki... Ő is, de tudnám mondani Szikra Laci barátunkat, aki szintén valamilyen fajta más dimenzióban számolja azért. Ő valahogy ugye Einsteinileg. De Fábris annyira is. Igaz, de nincs ezzel semmi baj, csak hát, hogy én általában figyelembe veszem, hogy a közönség mennyit bír ki. Ezért van az, hogy mi is sokszor már 15 perce állunk a Tibivel, és szétröhögjük az egészet. Na, ilyenkor kell abba hagyni, és azt kell mondani, hogy ne, gyerekek, az itt legyen vége. Pont az arra jöttünk tegnap Aranyosival, hogy ugye lesz a 20 éves a Duma Színház gála most novemberben, igen. És hát ott mindenki fellép a társulatból, és annyira sokan vagyunk, hogy 3 perc jut fejenként, és azon rögtünk Aranyosival, hogy Badár levegőt nem vesz 3 perc alatt. Tehát, na most azért az Aranyosi meg egy picikét ilyenkor ne nagyon röhögjön, mert ő se egy szűk szavú kollega. Az biztos. Ismerem őt régről, amikor még Teddy alatt a Rádió Kabarénak a háttérmunkatársa, segédszerkesztője volt, hát akkor is tudott ő komolyan beszélgetni. Úgyhogy feltett ugyan kérdést, de az arra érkező válasz már kívül esett az érdeklődési körén. Matiko, figyelj, Matiko, tudod, Diósgyőr, Matiko, és akkor mondja. Úgyhogy nagyon szeretem Pétert is, de hát ennek a műfaj egyébként ez a hát mit mondjam, ez az alapismérve, hogy az elmebajnak az a kezdeti szakasza, hogy sokat beszélsz, ez meg kell, hogy legyen. Magsa Zoli írt egy könyvet, ilyen vastag. Hát mondom, Hemingway nem tudott. Szóval a bőbeszédűség, a grafománia, az meg kell, hogy legyen. Hát de te tudsz backstage paródiákat csinálni, erről itt eszembe. Igen, maradjunk annyiban, hogy én csupa olyan ember tudok utánozni, akit senki nem ismer, vagy az ismerteket csak úgy tudom utánozni, ahogy nem ismeri őket senki. Tehát innentől kezdve a parodizálás... Tehát Marikát a könyvelésről... Igen, abszolút, megvan, és hangulatában tudom hozni az egész, mondjuk bármiféle társaságba belekeveredek, akkor a napi rutint azt tudom hozni, de az kizárólag az érintettek számára szórakoztató. A közönség ilyenkor általában egyedül érzi magát, hogyha ne talántán abszolválom nekik. Amikor találkozok a backstage-ben, a Rádió Kabaréban, akkor mindig kapok egy ilyen tükröt, hogy ilyen vagyok, ilyen, amikor utánozom. Hát nehéz megfogni Edut valahogy. Úgy, de... Viszont a Hajdú Balázs szeretem nagyon. Egyrészt rajongója lettem, másrészt meg amikor ilyen lassan elkezdi mondani, mivel felkészült, hogy ma sakról szeretne beszélni, de látott egy verebet az ablakban, és akkor inkább arról. Hát Balázs, ez filozófus. Kirodírozza az első mondatot, és hozzá kell tenni, hogy a közönségnek nem minden rétegéhez jut el, de én ezt nagyon sajnálom, mert én imádom. Én is, de hát Ráskó Eszter fogalmazta ezt meg jól, hogy Hajdú Balázs a humoristák kedvenc humoristája, és ez tényleg... Ez így van, én abszolút jól szórakozom, úgyhogy amikor csak tudom, meghallgatom hát ott élőben. Úgyhogy, szóval őt is tudom utánozni, meg mindenkit. Magda Zolit, de Zolit akkor, amikor eljátsza az idiótát ott nekünk a háttérben. De ez is egy backstage. Én ezt látom, hogy Farkasházat, azt imádtam amikor. Jó, szívem, hagyjál most, hogy Teddyt nem szeretném utánozni, jó? Által még a Fábi kéítőem. De Teddy az olyan, a Teddy backstage-be is olyan, meg nem backstage-be, színpadon is olyan a Teddy. Hagyjál szívem most a Teddyvel, jó? Akkor ne hívjatok ide. Többet ne hívjatok ide, gyerekek, komolytalan az egész. Ez így komolytalan szaj, én ezt nem csinálom. Mondjatok! És amikor Fábri Sándor belékezik a rádiókabaréba, és Popó, ez a szendvics park, Popó, bazd meg, hát milyen szendvicsek vannak, szóval a gyerekek azért bizonyos minőségi attribútumokra próbáljuk meg némi gondot fordítani, jó? Úgyhogy... Na most a Tóth Edut nem szeretném, hogyha elém kerülne, mert hát azért, amire kidadogja, amit mond, szóval azért ne csináljuk ezt, gyerekek, jó?
Jó, hogy... Igen, de tényleg ezt csinálj. Én akkor először találkoztam veled, emlékszem 10-ben, akkor én azt hoztam fel példaként, hogy volt egy nagy rádiókamara jelent, ami szerintem az egy legzsenélyesebb, amit valaha VFJ és Aradi Tibor, az a Nénike a számítástechnikai boltban. Jó, tizen nem tudom hány éves anyag az már. Ezt lehet, hogy ott is megcsináltuk valahol. Ez a... Igen, de olyan kéne, hogy a lamprocesszor, az visz... Azért, mert nem coax kábelt adott. Nekem coax kábel kellett volna, meg átalakító, HDMI átalakító, meg coax. Vagy emlékszem, hogy ezt úgy kezdve, hogy amikor ezt hallgattam, én nagyon ilyen mélypontján voltam, és tényleg úgy most ez a coax kábel, ott elkezdtem zokogni a rögéstől, és akkor találkoztunk. Nagyon rosszul biztatom. Van az a jelentek, amikor a nénikebe megy, hogy a kohánkszkábe, meg a lehet, és akkor így... Jó, és akkor, de gyakorlatilag, hogy azért az jól esik, nem, hogyha mondjuk valaki úgy oda hozzád, hogy van az a fénesödő kislány jelenet, vagy a mikrofon a plázában. Azzal semmiban is mondjuk kajálok szintén egy ilyen olasz, de teljesen nyugodtan, telefon nélkül, valamelyik plázában, ücsörgök, halózok, egyszer csak, orbitális ordítás. Itt a művész úr! Na most, mint amikor Tibi szoktam mondani, hogy mint régen a Moszkva téren a katonák a menetben, hirtelen mindenki odafordult, hogy milyen művész, Gál Völgyi, Will Smith jött megint, Brad Pitt, vagy ki? Megint. Milyen művész van? Odafordultak azt vissza, de akkor már kellemetlen volt, mert csak ordított az ember. A művész úr! Itt a felesége vele volt, de ő gyorsan el is hagyta a helyszínt, érezte, hogy itt valami nem annyira úgy alakult, ahogy kellett volna, és az ember ezt nem nagyon vette észre, hogy továbbra is oltott. Nagyon örülök, ott mondom, kicsikét csak, hogy mert mondom, nem mindenki. Ja jó, akkor halkabban mondom, művész úr, de örülök, ott még jobban kiabált. Most a legjobb az, hogy én folyamatosan ettem, abszolút nem érdekelte a férfi embert, azt mondja, na akkor én most ide leülök magához beszélgetni. Művész úr, várja már a karácsony, nagyon, várja már, nagyon, vásárolgat. De nincs az, hogy úgy karácsonykor, hogy úgy iszol a rokonokkal, hogy végre nem csak te iszol, hanem ők is, vagy húsvét, szilveszter. Nagyon nem csak te iszol. Neked ezért ünnep. Én vártam azt, akkor mások is iszol, nem csak bulvár magazinoknak, legyenek kedvesek és ne keressenek, nincs rokonom. Semmi, nincs rokon. Egyedül vagyok a világban, úgyhogy... És amikor először a cicáddal olvastál neki? Igen, nagyon érdekelte egy ilyen 10 másodpercig. Tehát abszolút lekötött, tehát az egyszer volt, hol nem volt, igen, jutottunk. De nincs ez, hogy belül az öletbe olvas egy jó könyvet, és akkor ott dorombol, nincs ez a... De az van, csak a könyvtartalma az kevésbé. Igen, az nem nagyon köti le. Mit olvas Varga Ferenc József? Na tessék, kulturális rovatunk következik. Jó, ez legalább unalmas lesz. Szeretem a szép irodalmat és a science fiction-t. Azon belül? Asimov. Asimovot nagyon szeretem, de egyébként rengeteg régi galaktikám van, úgyhogy azokat általában mindig fellapozom, nem mindegyikbe találok olyat, amit még nem olvastam. Uh-huh. Vagy ha már olvastam, akkor még nem emlékeztem rá. A szép irodalmat nagyon szeretem, Eszterházit. Hozzá kell egy kisebb fajta pihentség, mert meg kell érteni őt, de élvezetes. Kezdő Eszterházi olvasóknak mondom a Nő című művét, ami abszolút szórakoztató, és Parti Nagy Lajos szintén nagyon kedvelem. Nádas Pétert azért szerettem, mert tud röviden is írni, így aztán azok élvezetesek. A hosszabb műveihez azért tényleg több idő kellene, tehát ahhoz tényleg az fog majd kelleni, hogy semmi fellépés, meg semmi útra kelés, mert abszolút oda kell figyelni Nádasra. De Eszterházi szórakoztató tud lenni, Parti Nagy szórakoztató tud lenni. A külföldiek között is renget van, Truman Capote itt nagyon kedvelem. Kedvencem. Akkor tudod nagyon jó, hogy... Fűhárfa. Na, azt is nagyon, igen, meg hát természetesen a legnagyobb. Luxus, a hidegvérrel. A hidegvérrel, tehát bármikor olvasom. Igen. Bármikor. Igen, azt is. Első tényregény, amit valahogy írtam, ötletek ki a Capote, hogy hidegvérrel. Kedves nézők, olvashatok. Ki legyen, hogy leülünk. Sörözünk. Mit ajánlunk, igen. Leülünk sörözi nézőkkel, és akkor sörözünk, és olvasunk együtt.
Jó, és a végén már senki nem fog emlékezni, mit olvasol. Tehát, hogy a Truman képosztítól az a kis magyar pornográfia, az mi is volt? Ja nem, az a Eszterházy János, ja nem, húha. És az... De figyelj, a Capote nem írt sokat, de a Capote bármilyen betűt leve, van az a Meli Mórós, azt látod? Ez még a... Az még a Gyönyörű gyermek, Meli Móróról szól. Lehet, hogy az nincs meg. Lehet, hogy akkor most adtál egy jó tippet. Tessék, tippet is kaptunk. És indián regények? Tényleg. Igen, nekem van ilyen káros. Gyerekkoromban megvolt az, de inkább a western filmeket kedvem. Az indiánokról egyébként ismeretterjesztőket szeretek olvasni, tehát rengeteg olyan könyvem van, meg az interneten is szívesen utána nézek, ami inkább etnográfiai és kultúra, tehát kultúrantropológiai vonatkozású. Hosszan tudnék mesélni róla, de az a szerintem a hallgatóságot nem csak ez engem érdekel, mert neked a öltözködésed is, tehát hogy van egy ilyen... Nekem te egy kábolyal, kovboy meg indiánod, mind a kettő vagyok. De... Dönts, válasz, melyik vagy, melyik vagy? Na most akkor kóbból, akkor szönni vagy indiá. Például nagyon kedvenc sorozatom volt most nemrég a Yellowstone. Jó, hát akkor ezt, itt vágás van, de mert itt... Ami veszi, ami beszélgetünk, az veszi? Igen. Veszi, igen. De most ez le is megy, tessék meg. Ez így, halló. Sziasztok, a mai vendégünk Varga Ferenc József, aki cowboy. Vagy indián, nem tudjuk. Komolyra fordítva, az amerikai indián, különösképp az észak-amerikai indiánok világa érdekel, mert titokzatos a nép, hiszen amit a fehér ember művelt ott az elmúlt évszázadokban, az a pusztítás az jelentősen komoly károkat okozott az ő kultúrájukban, és alig maradt meg belőle valami. Most azért természetesen próbálják ezt fenntartani, és ennél fogva érdekel, hogy mi a különbség a különféle népek között, mi a különbség a törzsek között, stb. Tehát azért ez nagyon érdekes dolog, de sok bennem még mindig a kérdés. Még indián törzs? Effektíve léteznek még Navahók? Vagy léteznek, vannak, és vannak is összejöveteleik, úgyhogy távlati terveim között szerepel macska nélkül elmenni majd Amerikának olyan eseményeire, ahol fehér ember is részt vehet indián találkozókon, egyébként van ilyen, de hát ez mondom, távlati terv, mert a macska nem hiszem, hogy érdeklődik a téma iránt. Én jó, akkor gyere velem. Csak én meg itthon maradok a macskával. A kisnagyja fog neked örülni, csak ne egy ágyban aludjunk. Az jó, egy szobába se, de bár arról beszélhetünk. Egy hostelbe se. A szex után külön ágyba fekszetek, tudod? Igen, mert horkol zavar. Meg hogyha hozol magaddal kellő mennyiséget különféle származékokból, akkor mindenre nyitott vagyok. Ja, de szerintem az, hogy mi ennyire imádjuk az indiánokat, nem tudom, hogy mennyire hogy máshol, de a Kálmáj, jól mondom, Kálmáj? Igen, Kálmáj, de hogy mondjam, ő gyermekkönyvnek jó, de nem sok fogalma volt. Tudom, de hogy ez a misztificálása. Cooper már közelebb állt a dologhoz, mert egyrészt a partvidéki indiánok világáról írt az algonkin nyelvű indiánokról. Algonkin? Igen, mert vannak az algonkin nyelvű indiánok, és vannak az atapaszkán nevű indiánok, két külön világról beszélnek. Ja, ezt én amúgy tudtam. Én is. Na, mondtam én azt. Ma reggel mondtam nekem. Mondtam, tudom. Én itt a Navahók, az atapaszkán nyelvű nép. De nem hiszem, hogy nekik bármi közük lett volna mondjuk mondjuk az irokézekhez, vagy a... Várjál, kik van még ott. És például a Minetúval, az ami van? Abból kettő van. Abból kettő volt belőle egy szép francia színész, úgy nézett ki, mint az Alain Delon. Ő volt az egyik Minetú, tök jó nézett ki. Csak, jó, most minkelték. De marha jó nézett ki, de egy ilyen szép fiú, tehát már csak a mikrofon hiányzott a kezébe, hogy énekeljen valami nyálas popzenét. Ez volt a gyerekkorunk Vinetúja, meg volt a Gojko Mitics, aki kacsintott a pénztárcákon. Ez is tókincse, ahogy amikor a Vinetú vagy esett izé. Hát nem tudom, hogy aki játszott, de az Carmichael-ból lett, már született a film, úgyhogy az nem annyira. De azt láttad? Ez is tókincse. Láttam, gyermekkoromban ez nagyon jó én volt. Én is gyerekként utoljára. De ez felnőttként azért már, hogy mondjam, picit komolytalan. Jó, elég... de az, hogy úgy menni haza, hogy a Vinetú szúrja le ott az őket, és úgy menni haza, hogy egy kulcs, hogy
Ja, te úgy, de mi, te még most is így mész haza? Milyen feleséged van neked? Szerencsére 11 körül álmos. Ja. Ja, és azért kell így menni, értem. Te és mi volt ez a rengeteg halott biztonságőr most itt a környéken? De én ezt így lemodelleztem kiskoromban, hogy amikor megtámadják az erődöt, az indiánok. Értem. Jó, figyelj. És mindig ketté hasadtam, hogy indiánok vagy kómi. Hát igen, ennyit tudunk a témáról elmondani. De most közbeálltam, mit mondtál, hogy figyelj? Nem tudom. De olyan jól lehet tudunk beszélgetni, mert a kérdés, hogy ez a közönség számára mennyire szórakoztató, de az, hogy jól elbeszélgetünk, meg elröhögcsélünk ezen, az mindenképpen feldobja a hangulatukat, remélem. Van olyan színvonalú ez a beszélgetés, mint bizonyos kereskedelmi rádióknak a reggeli műsora, igen. Azt se tudom, hogy miről beszélnek, és ez most is így van. De A tapaszkán indiánok, ők más, mindegy, ne menjünk ebbe bele. De nekem ez érdekel, hogy te téged szívevised, tényleg így figyeled, hogy mi van velük, meg hogy így az egész... Hát nem figyelem, hogy mi van velük, mert nem hívok fel telefonon senkit, ott, mit tudom én, jutak államban nem nagyon keresgélem senki társaságát, sőt, van olyan indián, akit kifejezetten nem kedvel, nem azt mondom, hogy elvitatom a tudását, mert kiváló énekesről van szó, de hozzám nem jutott el Cher művészete, aki egy Cherokee hölgyemény, de eddig még nem érintett meg az önművé. De Cherokee jó. Egyébként színésznek kiváló. Ha már mindenáron Cherokee énekesnőt keresünk, aki nem mellesleg... Tóth Gabi. Nem, mert ő, várjál, nem tudom, hogy mennyire diszítették magukat. Tehát azért a festés, majd a harci festéseket meg kell nézni, hogy melyikükhöz áll közel, de egyébként Tina Turner is érintett volt ebben a témában. Őt viszont nagyon szeretem. Hát ennyit tudtam egy dióhelyben elmondani az általad feltett kérdésekre, mert elvesztünk a labirintusban. De ez indián, ez egy olyan téma, hogy kiskolat érdekelt az indiánok? Hogy... Igen, meg a kukásra ott, de az most nem érdekel. De annak is szokt előközni viszont. Kukásnak? Azt a Szoba Blues Band koncerten fel szoktunk venni időnként Sanyival egy sárga mellényt, mert melósokról is szoktunk énekelni, jó, és akkor... akkor az hozza a hangulatot, de a kukásától lehet, hogy még érdekes lehet gyerek, vagy felnőtt korban, mert nem tudni, mikor lesz vége ennek a... Tehát egy rossz mondat, ugye odaföl, és akkor valaki leszól, hogy gyerekek, többet ne hívjátok a rádiókabaréba, azt akkor kész vége van. Akkor mehetünk kukásra. Jó, mehetünk de utána meg ott van neked a... Micsoda? Havi 50 fellépés, meg... Azt, nekem egy telefon. Hát jó, de igen. Most ne dadogjon, amikor itt van. Ne dadogjon. Nem péntek van, nem én vagyok itt. És nem csak kedv van. És még csak kedv van, és nem a Petőfi Rádióban vagyunk. Ja, ezt mindenki meg szóval akartam hozni, meg a Tájvant, meg nagyon sok. Egyébként nagyon sok. Nem... Jó, de eljövök legközelebb is, mert tudsz annyi sört hozni, hogy eljöjjek. Remélem, hogy... Egyébként mondom, az ikon szó az nem volt sértő, hogy... Nem, hogy sértő, hát azok számára sértő, akik valóban ikon, tehát mondjuk ikon Bródi János, de hát azért Varga Ferenc József Újpestről... Nem, csak ő nem jön el. Elintézzem. Ő hív. Egyébként ma pont Pródit hallgattam reggel. Na, hát akkor meg miért nem hívott fel? Vagy a Deák Bét, vagy a Hobót? Emlékszel, amikor... Igen. Ezzel megkeresettem, hogy emlékszel, múltkor tettem egy szívességet, elkísértelek az italbólba. Cserében most eljössz a sarastócsába. Jó, hát akkor eljövök a sarastócsába, beszélgetek itt veletek, unalmazom, mert nem nagyon érdekel, hogy mit mondtok. Fia, a legtöbb vagyok, aki eddig eljött, megkezdtem, hogy eljössz? Aha, tényleg eljössz, úristen. Nagyon meglepettem, hogy eljön. Igen, mert mindenki arra vár, hogy egy üveg viszki, meg adsz egy százast zsebbe, meg ilyenek, de eddig még semmi, szóval ez így engem is. Mindenkit bepaliszok, eljössz, persze, mindenki reménykedik, és aztán semmi. Tehát beszélgettünk itt vihorászva. Hát ez így borzasztó. Hát igen, de legalább együtt vártuk a karácsonyt. Igen, hát, és várjuk a karácsonyt. Meg ez, hozzá kell szokni az embereknek, van nagy elvárása, és mit kap cserébe? Semmit. Varga Ferenc József kapott sem. Kis optimistából akartam zárni. Bocsánat, ez csak vicc volt, de egy pessimista humoristától ne várjunk mást. Igen, viszont szeretnék bárket, aki látja a Varga Ferenc Józsefet bárhol táplálkozni, menjen oda hozzá is. Kopogjon az asztalon, és kérdezze meg, hogy várom-e már a karácsonyt, akkor is, ha ne talán húsvét, vagy nyári szünet jön.
És házi feladat, mindenki most menjen a YouTube-ra, nem erre, most már YouTube-on van, valószínűleg ott nézi ezt, de nézze meg ezt a... Ez a mi a cím ennek az a kedvencem, amikor... Ennek a beszélgetésnek mi a címe? Saras Tócsák beszélgetés mindenképp. Tehát kérjük szépen, hogy aki még nem látta ezt a beszélgetést most a YouTube-on, az nézze meg. Igen, most tekeri előre, és nézze meg. De nem ezt, hanem, vagy még egyszer nézze meg, és mondja vissza tartalmilag, hogy miről volt szó, mert mi se tudjuk. Viszont a címét még mondani, hogy mi a címe? Minek? Saras Tócsák az a címe a beszélgetésnek. Tóth Eduval és Szobácsi Gergővel. Az én kedvenc jelenetem, amikor a nénike bemegy a koaxos. Joli néni a Media Marktban című 1970-20-ban keletkezett már idejét múlt kabaré. Nem, bocsánat, tényleg 2010-es vagy hányas a jelenet. Azóta egy picit változott a világ, úgyhogy egyébként csak egy záró gondolatként, ha ez belefér, hogy kipróbáltuk mi azt az utóbbi években, és már nem szólt akkor. Hát változnak az inger küszöbek, azt azért tudni kell. Tehát mindig figyelni kell, hogy a közönség mire reagál, és mire nem. Hát igen, mert most már minden kábel nélkül van, és hát a coax kábel már nem keresek az emberek. Az jó, van. Az még valamire. Én most félnézem, és fél fogom így nyugni. Jól van. A coax kábel? Együtt megnézzük. Jó, mindenki vegyen egy coax kábelt. Jól jön, nem érj a márba, ezt tessék megnézni. Köszönjük, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm, örömmel máskor is. Kezdj csak. Ez volt a Saras Tócsákban ugrálni Varga Ferenc Józseffel. Ha tetszett a műsor, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük a figyelmet! Jó, és most azt mondta, hogy ez volt a Saras Tócsákban ugrálni Varga Ferenc Józseffel. Ez volt a Saras Tócsákban ugrálni Varga Ferenc Józseffel. Még egyszer, Varga Ferenc József. Oké. Okay. Ez volt a Saras Tócsákban ugrálni Varga Jóska. Varga Jóska. Gyere ide.